Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 30-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Portál nap van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ezen a felvételen. Hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dentera Susanna Medici. Ebben a naptárban, ebben a maja naptárban van 20 rezgés. Egy rezgés, vagy egy hullám, ahogy ők nevezik, 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt. Sőt, ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap, ez a negyedik hullámban van, és ez a negyedik hullám eltart október 10-éig. Az egész hullám felett, a negyedik hullám felett Ahau uralkodik. Ahau lefordítva a napot jelent, ami megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, ebben a negyedik hullámban megvan arra a lehetőségünk, hogy tisztán lássunk bizonyos dolgokat. Ez a portálnap, szeptember 30-a, ez a második nap ebben a negyedik hullámban, és azt jelenti, hogy itt vannak kapcsolatok, bizonyos szerződések, fontos a biztonság érzete, megvan a lehetőség arra, hogy most kiépítsünk valamit, egy stabil párkapcsolatot, egy biztos munkahelyet. A kapcsolatok, szerződések ezen a napon előnyösek. Ebben a maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a napon, szeptember 30-án Imis uralkodik. Imis lefordítva egy sárkányt jelent, ami a képen látható. Ez a sárkány jelenti az egészségügyi témákat, jelenti a transformációt a párkapcsolatban, a szexuális témákat, azon kívül szimbolizálja a kármánkat. A horoszkópunkban is van egy sárkány, de el van vágva a feje a testétől. Ehhez van egy mitológiai történet, hogy miért van így, de erre most nem akarok kitérni. Talán majd egy másik videóban elmesélem ezt, vagy ha szeretnétek tudni, hogy mi ehhez a történet, akkor leírhatjátok a kommentárba, és akkor majd egy jóslásnál kitérek erre. Szóval ez a sárkány benne van a horoszkópunkban, de külön van a feje a testétől. A fej az szimbolizálja a gondolatokat, jelenti a jövőt, megvilágít, megnagyobbít valamit, és a sárkány teste az jelenti a múltat, az érzelmeket, a spirituális területet. Ez nem más, mint Ráhu és Kétú. Ráhu az a felfele mozgó kármikus holdcsomó, Kétú pedig a lefele mozgó kármikus holdcsomó. Kétú, az a sárkány teste, jelenti az
érzelmeket, a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, és jelenthet egy befele fordulást, meditációt vagy egy spirituális területet is. Ez a hold csomó az indiai asztrológia szerint, és ez egy precíz számítás, ez a lefele mozgó hold csomó a sárkánynak a teste, jelenleg a szűz jegyében van, és ott marad 2025. április végéig. Utána áttér az oroszlán jegyében, és ott lesz majd 18 hónapon keresztül. Ez a lefele mozgó kármikus csomó jelenleg a szűz jegyében van, és ott hat ki rád azon az élet területen, ahol a szűz jegye van a születési horoszkópodban, persze az indiai számítás szerint. Vele szemben van Ráhu, a felfele mozgó kármikus old csomó, a sárkánynak a feje, ami jelenti a tudatos dolgokat, a gondolatokat, az ötleteket, jelenti a jövőt. Megnagyobbít valamit, megvilágít valamit, és jelent változásokat. Ez a felfele mozgó kármikus csomó Ráhu jelenleg a halak jegyében van, és ott marad 2025. április végéig, és utána áttér a vízöntő jegyében, és ott lesz 18 hónapon keresztül. Hogy melyik életterületen hat ki rád, ott, ahol nálad a halak jegye van, az indiai asztrológia szerint a horoszkópodban. A feladatunk az, hogy összefűzzük ezt a sárkányt, hogy egy legyen, hogy ne legyen a teste külön a fejétől. Ezt akkor érjük el, ha mindig az arany középutat válasszuk, és itt a napot éljük. Nem a múltat, nem a jövőt, persze az is kihat az életünkre, de mindig a napot, a jelenlegi helyzetet kell kialakítani. Uralkodni a jelen felett. Persze vannak emlékek a múltból, vannak tervek, ami a jövőt illeti, de bizonyos dolgokat el kell engedni, meg nem szabad félni a jövőtől, hanem a jelenlegi helyzetre kell odafigyelni. Ez a kármikus feladatunk egy része persze. Tehát összefoglalnám azt, hogy miről van szó ennél a szertartásnál, ezen a portálnapon, megvan a gyógyító ereje, segít áttenni magunkat a félelmeken, bizonytalanságokon, nyílik egy lehetőség a spirituális területre, lesznek kapcsolatok, szerződések, bizonyos dolgokat tisztázni tudunk, megvannak az alapok ehhez, és ehhez jönnek még ilyen kármikus témák, ahol tanuljuk azt, hogy a jelent éljük. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Ráhu.